Üdvözlök mindenkit, Pintér Zsolt vagyok, az NPR Pintér csatornától. A mai negyedik részben azt fogjuk megnézni, hogyan lehet AI segítségével képet generálni, más módon, mint amiket eddig tanultunk. Ugye az első három részben megtanultuk az alapokat, illetve azt, hogy hogyan lehet weboldalakon keresztül létrehozni képet szöveg alapján. A mai videóban a Midjourney nevezető szolgáltatást fogjuk igénybe venni, amivel képeket tudunk létrehozni. Ennek a használatához szükségünk lesz egy Discord hozzáférésre. A Discord az egy olyan kommunikációs program, amivel lehet egymással beszélgetni, akár kép, hang vagy szöveg útján is. Ha esetleg játszotok valamilyen játékkal, akkor valószínűleg már van ilyetek. Akkor a discord.com weboldalról lehet letölteni, bármilyen platformra. Miután letöltöttük, elindítjuk és beregisztráljuk magunkat rajta. Utána megnyitjuk a midjourney.com weboldalt, és itt a jobb alsó sarokban található Join the Beta gombra kattintva engedélyezzük a Discord és a Midjourney összekötését. Itt lehet, hogy nektek egy másik ablak ugrik fel, nekem már ez, hisz már engedélyeztem a Discord számára, hogy a Midjourney bot hozzáfér. El is indul a Discordnak, vagy hogyha így van beállítva, akkor a weboldalon keresztül is elérhető, de ha letöltöttétek a Discord alkalmazást, akkor az valószínűleg könnyebben használható lesz, mint weboldalon keresztül. Térjünk is át az alkalmazásra, a weboldalt tegyük egy kicsit félre. Ez a felület jelenik meg, természetesen egy kicsit egyszerűbben, mint most jelenleg nálam, mert én már nagyon sok szerverhez csatlakoztam. A Discord felületéről azért ejtenék pár szót. A baloldali szélső sávban a legfelső gomb, azt sokat fogjátok használni, ott vannak a közvetlen üzenetek, amikor egy ismerősnek, barátnak vagy egy botnak üzentek. Itt van a már kiválasztható Midjourney szerver, ugye, amihez csatlakoztunk, illetve jó pár más szerver is van, amit a Discordon lehet használni. A képgeneráláshoz későbbiek során megtanulunk majd más szervereket is használni, amik elősegítik, hogy a Midjourney-n szebb és jobb képeket készítsünk, illetve van más képgeneráló szolgáltatás, ami ugyanúgy a Discordot használja, az már a Blue Willow szolgáltatás, erre is majd rátekintünk egy későbbi videóban. A következő oszlopban a csatornalistát látjátok. Itt lehet kiválasztani, hogy melyik csatornán szeretnénk kommunikálni. A Midjourney szervernek rengeteg csatornája van, amiket majd fogunk használni. Minden esetre az info blokkal érdemes kezdeni, ahol folyamatosan kiírják az éppen aktuális híreket, aktuális szerverállapotot, ha esetleg nem működik. Nagyon fontos, hogy mindig ezt nézzétek meg először, mert jó párszor sajnos hiba keletkezik, ilyenkor szinte azonnal reagálnak és megpróbálják javítani a hibát. Itt találtok meg azt, hogyha esetleg változások vannak, frissítések, akkor mik történtek, mik változtak a parancsok használatában, milyen új parancsok vannak, a dokumentáció mivel bővült. A státusznál látjátok, hogyha esetleg a szerverrel problémák vannak, és dolgoznak rajta, ilyenkor mindig kiírják ezeket az információkat, ugye alapszabályok. Szavazásokat is mindig szoktak kirakni, mindig folyamatosan monitorozzák a felhasználók igényét, nagyon jó a csapat, folyamatosan reagálnak a kérésekre, tehát nem csak így önfejűleg fejlesztenek valamit, amit majd rátukválnak az emberekre, hogy mindenféleképp ezt kell használnod, meghallgatják az igényeket, és meg is próbálják minél előbb teljesíteni ezeket. Miután
Ezeket átolvastátok, átnéztétek, a newbie csatorna az, amit ki kell választani. Hogyha lejjebb görgetek, akkor vannak bizonyos csatornák, amiket nem fogtok látni. Ez a general csatorna, ezek csak az előfizetéssel rendelkezők számára láthatóak. Amint látjátok, a newbie csatornát kiválasztva, mindegy, hogy a felsőt vagy az alsót választjátok ki, azonnal látjátok, hogy rengeteg kép generálódik folyamatosan. Ezeket különféle felhasználók generálják, akik beírnak ugye a már megtanult módszer alapján egy szöveget, és az alapján generálódik egy kép. A felhasználás alapjairól elmondanék egy pár szót. Alapesetben a Midjourney, hogyha nem vagy előfizetéssel rendelkező felhasználó, akkor azt engedélyezi, hogy 25 darab képet tudsz létrehozni. Sajnos ez lifetime, tehát nem fog nullázódni éjszaka, vagy egy nap múlva, hónap múlva, hanem összesen ennyi képgenerálásával rendelkezel, de valószínűleg ez elég lesz arra, illetve ha nézed mások által generált képeket, hogy miket lehet létrehozni, hogy eldöntsd azt, hogy szeretnél előfizetést vásárolni, vagy nem szeretnél. Jelenleg a következő előfizetések közül tudunk választani. Ugye, hogyha csak trial módban vagyunk, akkor amit mondtam, 25 képet tudunk létrehozni, utána már csak azt tudjuk nézni, hogy mások mit hoztak létre. Az alap előfizetési csomag, a Basic Plan, az havi 10 dollárt jelent, természetesen, hogyha éves díjat fizetünk, akkor ez csökken. Ebben jóval több képgenerálás van már benne, amit használhatunk. Igazából itt nem darabszámra mondják meg, hanem arra, hogy GPU időben, azaz ugye videokártya időben mennyit használtunk fel, és arra adnak egy limitet egy adott hónapra. Itt három parancsot tudunk egyszerre kiadni, amit el tud végezni a Midjourney, illetve hogyha akarunk még parancsokat kiadni, akkor 10 munkafolyamat várakozhat a sorba, és amit elkészültek az előző munkák, utána ezekkel folytatja. A következő, a Standard Plan, az a leginkább jobb csomag, amit szerintem lehet választani, ez 30 dollár havonta, viszont hatalmas nagy különbség van a Basic Planhez képest. Alapesetben ugye 15 órával rendelkezünk egy hónapra, tehát jóval nagyobb csomagot kapunk, viszont van egy hatalmas előnye, méghozzá az, hogy be lehet állítani egy úgynevezett relaxációs módot. A relaxációs mód során sokkal lassabban generálódnak a képek, viszont nem számolja fel a GPU időt arra, amit elhasználtunk, tehát tulajdonképp végtelen mennyiségű képet tudunk generálni, hogyha ezt a módot használjuk. A relax módot úgy lehet bekapcsolni, hogy kiadunk egy parancsot, mindig perjel kezdjük a parancsot, elkezdjük én egy per relax. Itt van már meg is jelent. A per relax parancs hatására átvált relax üzemmódba a Midjourney robot botja, és ezáltal, mint mondtam, igaz, hogy lassabban generáljuk a képeket, de nem fogja számolni, és nem vonja le a havi időkeretünkből, tehát lényegében végtelen számú képet generálhatunk. Ha vissza akarunk térni a gyors képgenerálásra, akkor beírjuk, hogy per fast, és mindjárt sokkal gyorsabban generálódnak a képek, viszont elhasználunk a rendelkezésre álló időkeretünkből. Honnan tudod, hogy mennyi időkereted van még a képgenerálásra, vagy éppen milyen állapotban vagy? A per info parancs beírásával ezt meg lehet tekinteni. Lehetőleg ezt nem itt kellene kiadnom, hanem inkább a közvetlen üzeneteknél a Midjourney bottal, mert itt nem is fog elszaladni az ablak, lássuk, per info. Itt látjátok, itt van a felhasználónevünk, ugye itt látjuk, hogy milyen előfizetéssel rendelkezünk, mikor lesz a következő fizetés. Most ebben az állapotban van, ugye a fast módban vagyok. A visibility mód az azt jelenti a public, hogy mások is láthatják azokat a képeket, amiket generálsz. Hogyha egy adott
csatorna egy szobába mész be, és ott generáld, akkor azért látják, hogyha pedig itt közvetlen üzenetet küldesz a Midjourney botnak, akkor is látni fogják, mivel a Midjourney.com weboldalon keresztül meg tudják nézni a képeidet. Természetesen lehetőség van arra is, hogy privát módra állítsd át, de sajnos az plusz költségekkel jár. Itt látjátok, hogy összesen 15 óra van ugye a standard planhez, ennyi van még hátra belőle, tehát 13 óra, összesen eddig 7245 képet generáltam, relax módban 5220-at. Itt lehetne látni, hogy mennyi munkafolyamatunk van még, ami éppen fut, fast, relax módban, ugye várakozáson, vagy éppen mennyi az, ami aktuálisan végrehajtásra kerül. Tehát, mint mondtam, csak a próbamódban, amikor nincs előfizetés, akkor 25, körülbelül 25 kép előállítására van lehetőségünk, utána már nem fogunk tudni képeket generálni. Illetve van még egy plusz kiegészítés ehhez. Méghozzá egy nagyon kedves lehetőség a Midjourney-től, hogyha értékeljük a mi akár mi általunk előállított képeket, vagy mások által előállított képeket, teszem én azt itt mondjuk, hol van egy kép, amit előállított valaki, mondjuk, bemegyünk ebbe a szobába, itt van egy kép, amit előállított valaki, ha értékeljük a 4 emoji segítségével, hogy szerintünk mennyire jól sikerült a kép, akkor bizonyos értékelési szám után kaphatunk ingyenes GPU időt egy napra, ami hozzáadódik a jelenlegi csomagunkhoz. Hogyha elég képet értékelsz, ez az elégséges, az azt jelenti, hogy be kell kerülni az aznapi értékelőknek a top 1000-es listájára. Ehhez nem kell annyira sokat értékelni, elég pár százat, akkor automatikusan kapsz plusz egy óra generálási időt, ami hozzáadódik az előfizetésedhez. Miután eldöntöttük, hogy csak próbamódba szeretnénk használni, vagy előfizetésre, és feliratkozunk, nézzük meg, hogy hogyan lehet képet generálni a Midjourney segítségével. Ez nagyon egyszerű. A következő parancsot kell kiadni. Per Imagine. Akár itt rá is kattinthatunk, és egyből beíródik. És ezután kell megadnunk a bemenetet, ami alapján a kép generálódik. A Midjourney esetén a bemenet úgy néz ki, hogy a legelején egy kép bemenetet tudunk megadni, egy bizonyos szerveren lévő, akár a Discordra már feltöltött képre mutató linket, vagy ha egy weboldalon találtunk egy képet, és annak a linkét tesszük be, ezt írjuk legelőre. Ide is írom, hogy image prompt, tehát ugye ez a legeleje. Ezután megadjuk a szöveges promptunkat, amit szeretnénk, hogy létrehozzon, és a harmadik része a promptnak, az pedig a paraméterek lesznek. Ebben a sorrendben kell mindig megadni, ahhoz, hogy értelmezni tudja. Erre nagyon oda kell figyelni. Lássunk akkor egy egyszerű szöveges promptot. Mondjuk legyen egy nyuszi. Legyen egy harcos nyúl. Amint kiadtam a parancsot, látjátok, hogy már ki is írta, hogy várakozik a startra. Valamikor kicsit több időt kell várakozni, valamikor kevesebbet, mivel most a gyors üzemmódban vagyok, ugye ilyenkor számolódik és levonódik az előfizetésből a felhasznált idő, sokkal gyorsabban indul el a képgenerálás folyamata. Itt láthatjátok, ahogy a kép létrejön. Itt látjátok a százalékos értéket, mindjárt készen is van. Lássuk, mit látunk. Ugye beírtam azt, hogy egy harcos nyuszit kérek, azonnal generálódott 4 kép. Minden esetben, amikor megadsz egy promptot, 4 kép
fog létrejönni. A négy képre rákattintva meg tudjátok nézni, egy kicsit nagyobb méretben, vagy egy böngészőbe külön meg tudjátok nyitni. Ezek még nem a végleges képek, ez csak négy változat, amit a beírt promptra kiadott nekünk a Midjourney. A képek alatt találtok 8 darab nyomógombot. A felső gombsor az az egyes képekre vonatkozik sorrendbe, U1, U2, U3, U4, ez az upscale-nek a rövidítése, azaz a felskálázásnak, ez kinagyítja az adott képet, amit kiválasztottunk. Tehát ha én a bal alsó sarokban tartok képet szeretném kinagyítani, akkor az U3-as nyomógombra kell rányomni. Amit egyszer rányomtál, kékre fog váltani a gomb. Többször nyomsz rá, akkor még egyszer fel fogja nagyítani. Érdekes, mert akárhányszor rányomsz, egy kicsit mindig különbözni fog a kinagyított kép a kicsitől. Egy pici eltérés lesz. Az alatta lévő gombok a V felirattal, azok a variation-ök, itt ki lehet választani azt, hogy egy adott kép, hogyha tetszik, mondjuk a bal felső sarokban lévő, de egy pici változtatást szeretnél rajtad. Szeretnéd megmondani a Midjourney-nek, hogy jó, jó ez a kép. Próbáljon neked olyanokat adni, ami egy kicsit megvan valamelyik része változtatva a képnek. Alapesetben így nagyjából jó ez a kép, de valami plusz tegyen hozzá, vagy vegyen el belőle, alakíts át egy picit a képet, akkor le fog generálni belőle négy különböző változatot, ami nagyon hasonlít az eredeti képre, amire kértük ezt a parancsot. Van még egy gombunk, ha visszascrollozunk, akkor láthatjuk, ez a körbeforgó nyíl, ez azt jelenti, hogyha rákattintunk, újra az alap prompt, amit megadtunk, a Very Your Rabbit legenerálódik, és újra négy teljesen különböző képet fogunk kapni. Tehát nem olyan, mint az alsó sor, ahol ugye egy már legenerált négyes képből kiválasztva valamelyikre reagálunk, hogy abból variációkat szeretnénk egy témára, hasonlókat. Ez teljesen újra generálja, tehát olyan, mintha újra beírtuk volna ezt a parancsot, és keletkezik négy képünk. Ugye itt rákattintottam a variációkra. Előfordulhat az, hogy nem ugyanabban a sorrendben kapjátok vissza az üzenetet, attól függ, hogy a Midjourney botja milyen sorrendben generálta le ezeket. Itt látjátok ide is, hogy variációk. Ugye erre a bal felső képre kértünk variációkat. Ha megnézzük, azért van különbség a képek között, itt például a fegyvernél látszik a kezében, hogy tovább ér, illetve a háttér is más, mások a sziklák, itt is más sziklák vannak. Tehát apró különbözőségek vannak, a ruhája is egy picit más, a páncélzata, de a kompozíció az eléggé hasonló. Illetve ugye kinagyítottunk egy képet, a bal alsót, itt láthatjátok, upscaled, tehát ugye ez már a felnagyított kép, ha rákattintunk, akkor láthatjuk jóval nagyobb méretben. Alapesetben, hogyha paraméterrel nem adunk meg mást, akkor mindig egy az egyes képarányban fog képeket generálni számunkra a Midjourney 1024x1024-es felbontásban.